találkozom, az nagyon kellemesen. Körülnézek, és azt mondom, de jó, hogy itt vagyok. Ide nézek, mondom, ide nézek, és azt mondom, de jó, hogy itt vannak. Hogy miért az nem sokára kiderül. Egyetlen egy dolog nem tud kiderülni soha, azt tudni, hogy ki vagyok én. De hát ez biztosan nem kérdés. Ellenben mindenki mással kapcsolatban, annál inkább. Erről szól ez a műsor. A játék. Szulák Andrea az egyik csapatkapitány. Mellette Nagy Bandó András. Ez igazán nagy csapattag. Ez nem lesz egy maratoni küzdelem, már csak a percek számát tekintve. Ellenben, hogyha nem jön össze, persze célba jössz, akkor is, azt tudom, akkor mi van? Mi a vállalások? Hát én elhatároztam valamit, hogy amennyibe veszítünk, akkor az Osztyapenko szobor helyére állok, fehér zászlóval egy negyed órára csúcsforgalomban, és hogy a budaörsiek és a Balatonra tartók jó felé menjenek, én leszek az Osztyapenko. Jó. Ott pedig hátul tegeződünk, úgyhogy folytathatom így. Az erő legyen veled, mert a te erőd velünk van. A Fordboyát egyik műsorvezetője Demcsák Zsuzsa. Az erőd, ezt már nem is kell megmagyarázni, igazából mi van, ha nem nyertek? Ha nem nyerünk, hát ez már a Fordboyát forgatása alatt is kiderült, hogy én nagyon félek a kígyóktól. És ha nem nyerünk, én azt vállalom, hogy egy ilyen hatalmas, óriás kígyót a nyakamba veszek. Ízlés kérdése. Ez egy nagyon nagy dolog tőlem, borzasztóan retteget a kígyó. És ez nem okoz gondot, hogy áztázom magam. Csak gondolom, hogy ennek ez hozzá. Az nem okoz problémát, hogy idáig egymás hatását erősítettétek ki, tehát teszitek még mindig, most pedig egymás ellen kell küzdeni az ember. Nem lehet tudni, hogy mit beszéltünk itt össze, vagy mit nem. Hát azért sokat nem, mert igyekeztünk messze és távol tartani. Hát annyira a forgatás alatt igyekeztünk annyira összehangolódni, hogy fél szavakból, fél mondatokból is. Na kíváncsi vagyok, figyelni fogok, és a szabályszegés észlelek, könnyörtelen lesújtok majd. Usztics Mátyás, ha nem. Az ő jobbján ismét egy nagy családtag, Nagy Natália. A családi viszonyulásokat megint csak nem kell ecsetelni. Ki lesz a zászló majd? Ki lesz itt büszkébb a másikba? Vajon ez talán lehet kérdés, meg az, hogy mi a vállalás? Én nagyon szeretem a Rákóczi túrost, úgyhogy azt határoztam el, hogy megennék belőle mondjuk ötöt egy ültőhelyemben. De ez még eddig, igen, de ez eddig nem kunst. Viszont ezután fölülnék a Vidámpartban a hullámvasútra. És akár többször. Te tudod? Hát nem tudom, hogy... Fotózzanak le, szóval azt nem szeretném, hogyha a bámészkodók az kerülne, nyilván. Megértem. És hogyha itt a végére nézek, itt is tegeződve folytatom, nagyon jó erődben vagy. Vizi András. Ismét csak Fordboyát, mit tudnál felajánlani nekünk? Hát ilyen még soha nem fordult elő, és nem is lesz rá példa, de vállalom, hogy a legnagyobb csúcsforgalomban, mondjuk a Lánchídon áttolom az autómat. A feléig nem irigyellek. De egyet kérek, hogy szólj, hogy mikor, hogy ne menjünk arra. Többen a közönség követnek, hogy júj, miért júj? Ja, de legalább lehet annyit kérni nehezékül, hogy behúzott kézifékkel. Minimum. Köszönjük kompromisszumot, lehet. Na most akkor nyerjünk, nagyon nyerni kell. Figyelem, Nagy Natália az első. Ez apa instruál. Hát én nehezen tudom ezt elmondani a lányomról. Én azt nem is hiszed el, de nagy részét használhatatlan. Ha valaki akkor... Hanem a tábláról is már könnyebb, ugye? Én annyit tudok mondani, hogy nálad a sokat ugrálókat még meg is eszik. Hát az evés már szóba jött. Mondjuk előétel gyanánt egy néhány ezekből, amit a túros lépes. Rákóczi túros. Illetve? Hát sokat hozzátenni nem tudok. Akkor talán vegyed el. Egy keveset tenni csupán hozzá. Nálad tényleg van nyári Mikulás. Ez egyik fontos export, kiviteli, igen, csipa, kenguru, pörkölt.
Tehát nem behozott a riekkorcsit. Zsuzsa, még egyszer hanem... elmondanám, hogy nem sokat, sokat ugrál, ugye? Igen, sokat ugrálókat még meg is eszik. Igen. De nagy részt használ. Igen, igen. Jó, szálljuk rá magunkat, tessék. Mondjam. Hát, igen, tiéd. Sigattam. Nem, nem, hát megeszi. Nem, a magát a jó szárul, a jó szárul, támaszkodik a farkára. Tisztázzuk, rákérdezés volt, hogy egymás között beszélgetés. Egymás között beszélgetés. Én elvileg mondtam. Kérdés, hogy mikor adhatom oda, milyen időpontban. Azt mondjuk, hogy kenguru. Azt mondják, hogy kenguru. És nem jót mond. Ez életetlen. Ennyit meg tudok tenni azért, hogy itt valami legyen. Ha kenguru is volt, mondják még mondjuk, hogy mákos tészta. Andrásnak mi a tépje? Tudja, hogy egy béka szeret. Sivatagos kenguru. Szuper, szuper, ez sem az. Ennek örülök, mert ha itt jött volna a megfejtés, akkor a lelkiismeretem elkezdett volna furdalni. Így nem kell, hogy tegye. Ő maga a kontinens. Most már végképp elbújtam az lapozzunk. Ugorjuk, mint a kenguru. Most beszéljük meg Nagy Bandó András, én azt mondom. Már nehezed. De még mennyivel? Tanár úr. Miattad mindenki szokatlan mozdulatokra ragadtatja magát. András? Mindig felveszed a ritmust. Illetve napi. Egyes iskolákban tananyag vagy, és különben én nagyon szeretlek. Te tud is írni. Egy lány esetében. Olyan jól nézzük benneteket. Még egyszer? Egyes iskolákban tananyag vagy, és én ennek ellenére az nagyon szeretlek. Igen. Volt. Én nagyon. Na, állj. Erről csak ők kérten tudnak. Azt, hogy nagyon szeretlek, vagy azt, hogy tananyag volt? Nem, addig volt a meghatározás, hogy egyes iskolában tananyag vagy. Az egy magánvélemény volt. Tároljában. Ezen kívül mindig felveszed a ritmust. Miattad mindenki szokatlan mozdulatokra ragadtatja magát. Ez már nem Ausztrália. Nem lennék benne. Ez negatív eredmény. Hát nem tudom. Nem tudom. A méhecskert. Ön is az ember szokatlan mozdulatokat. Meg a búlt mellett. Azt nem hiszem, hogy azt az iskolában tanítják. Iskolában tanítják? Egyes iskolákban. Egyes iskolákban. Illetve vannak iskolák, amelyek erre specializálódnak. Ezzel most közelebb kerültünk a megfejtésre. Ez már nagyon komoly nagy segítség volt. Igen. Nem olyan, sőt, én nem segítettem volna ennyi. Sőt, sokat ugrálok. Lehet ilyen? Egyes iskolában van, hogy elragasztatják magukat, és rád mindenki beindul, vagy mi? Rám mindenki beindul, ez kétségtelen. Jól van, na. Nem tudom, hogy szerelem ez, vagy micsoda, de a lényeg az, hogy mindig felveted a ritmus. Fölveszik, leesett a földre, fölveszik a ritmus rá. Mondjuk rá. Ha nem tánc, akkor egy meg favoriba te. Na hallja. Nem tánc. Az bizony, az bizony. Hú, tényleg többesíves volt, hogy úgy rég gondoltam hirtelen? Annyira nem volt többesíves, mint Ausztrália. Ez is igaz. Köszönjük a jó indulatot. Vivi András. Tessenek csak oda kukkantani. Segítesz rajta? Persze. Azt mondtad, hogy le nem most tanulunk senki, hogy tudjuk, mi van a táblán. Az, amire gondolok? Az. Még füstölög is, de jó neki. Van az úgy. Zsuzsa először. Hát már ugye közös munkánknak meg volt a gyümölcse. Majd mesélj. Tényleg? És ez még nem semmi, de az orvosom is téged javasolt. Az orvosom is téged javasolt? Tehát, hogy az ocsút választjuk külön a tiszta pirától. Azért kérdezem. Az információ és a vélemény hadd váljon külön, igen. Téged javasolt az orvosom. Nekem tetszik. Jó orvosod van, tartsd meg. Téged javasolt. Én azért nem elgondoltam, hogy nagyban van. Engem a szociális érzékenysége fog meg leginkább. Fenntartod a süllyedőket. Fenntartom a süllyedőket. Na még egyszer. Süllyedőket. Fenntartod a süllyedőket. Most áll össze majd a kép. Ideje lenne megjegyzni, hogy nem szállnál életlenül. Nem fog összeállni a kép. Ez azért te tudod, mire képes az Ambris, ez igaz? Igen? Ha viszont itt már mindenki egyénre szabottan próbált ehhez a kérdéskörhoz asszimilálódni, akkor én művészetileg közelítenélek, ha már tanult tánc kollégámtól kaptam némi ihletet. Sokak számára te vagy az
igazi talpalávaló. Az orvosról igaz, hogy nem tartja a süllyedőket, mert a harántja, ha lesüllyed, akkor azt fog nem süllyedni. Hozzam a békát. Hát akkor igen, 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 lehet tenni nyugodtan, hármat nem lehet. Van ennek feltétele. Luttal betét. Na de Ali, most jön? Nem tehet zsuzsizni? Lehet zsuzsizni, vagy? Nyugodtan. Nagyon kedvesek. Ennyit segítettük, azt könyörtelen. Több mint a ház. Hajrá, zsuzsi. Hát igen. Hát igen. Ja, Istenem, miért jó szó ez? Folyton visszatér. Ennyi visszatért, Napi. Egy nyulacska minden választást veled kezdi. Még egy nyulacska. Nyulacska? Egy nyulacska. Piros szemű, hosszú fülű. Répa ez. Igen. Nyulacska. Én nem választom. Minden választást veled. Segítkezik egy picit, amár... Tegyek? Én még egy mondatot mondjak. Hát mondtam. Mondod? Hogy mondod? Hát nem kéne többet beszélni. Pont erről van. Állandóan beszél a tanár úr. Ezúttal egy kis türelmét szeretnék. Vizi András. De szerintem már nem is kell a Zsuzsának, már tudja. Mondja, gyakran eszembe jut, amikor forgattuk az erődöt, hogy mondjam, de hát mindenki sugdolozott a hátad mögött, de hát ez nem rád vonatkozik most, ez a feladvány, ezt így kell elfogadni, de a lényeg az, hogy én nagyon neked váltam. Gyakori vendég vagy az óvodában. Akkor még egyszer legyen olyan kedves mindenki. Folyton visszatér. Egy nyulacska minden választást veled kezdi. Gyakori vendég vagy az óvodában. Igen. Ha már itt a gyümölcs szó. Választás? Kérdez egy nyulacska. Ez az! Ez a tuta kritja. A kérdés... Ha ez meg lesz, meg lesz. Igen, ez egyébként jobb lett volna az egész. Pont nyulacska. Lehet, hogy ez a kínjon bűzsor. Be tud állni, be tud állni. Tehát? Mi volt még? Folyton visszatér. Mindig visszatér a refrént. Nyulacska ebben kezdi a választás. De hát aztán nem vettem volna ezt a szót. Nem, én nyomtál. Amit mond? Igen. A bokorban. De mivel kezdi a választás, könyörgöm? Azt szeretném hallani, hogy mivel kezdi a választás? Nyuf, nyuf. Nem, nem. Tudom, hogy régen volt, már annyira azért nem hatalmas. Bocsán, először levegőt vesz. Tesz először. Ingyom, ingyom, Pálibe. Szeretném még egy hangot, és már nem volt teljesen. Az utolsó hangzó, szóval. Hadd szabadjon kérni a nagyon nagy hangzavar miatt, hogy szól a, csak a magunk megnyugtatására. Hogy szól tehát a megfejtés? Ingyom, bingyom, Táliber, Tutáliber, Máliber. Rendben, erre nem volt kérdés. Ja, mert jobb tudok egy kicsikét, de ez igen. Határ eset, én is bennünk, hogy ingyom, bingyom, ha minden abban a végén. Ber. Igen, most már egyértelmű. A hodánkok nem mindig tudjuk kimondani az ejbe. Meg hívnem, minden bizony. Ennyit jóka. Mint ez zenét. Rendben. Jó. Köszönjük szépen a választ. Akkor most én. Nem, ez így korrekt volt a lányzat. Nem hallottuk először az R. Akkor most mindannyian szépen együtt, de ezt önök nem látják, nem hallják, mert csak ezután jövünk majd vissza, legyek. Önök is itt. Az izgalma két végéje, a két végén.
Andrea Granato ügyében kell intézkedni, aki úgy döntött, hogy elege van a tengerészetből. Rakja el a harangot és mosson fel, Granato, ez parancs. Hívj! Nem lehet csak úgy kilépni. Meglátjuk. Maga nem védhet engem. Hogy mondta? Ujjancok a szoborhoz. Egy ilyen már hazudott nekem. Az a lány egy idegroncs. Garantálta neki, hogy légiforgalom irányító lehet? 3 évente a nők egyharmada elhagyja a hadsereget. Granato egyszerűen megfutamodott. Vajon mi elől? Paul's Carol. Kérdez, Andrea? Ő egy ismerősöm. Nem a szereplője, akinek a kedvéért desertál? Jack, becsületbeli ügyek. Hétfő este 8:30 a TV2-n. Egy új szintetikus drog bukkant fel a piacon. Nem tudtunk szerezni mintát belőle. Gyerek volt még. A halál nem válogatni lett. Néha kilel a hideg, mióta Alex megkért, hogy legyek óvatos. Azt mondta, főleg veled vigyázzak. Walker, a texasi kopó. Kedd este 8:30 a TV2. A műsorokhoz jó szórakozást kíván a Sió. András, a szünetben is folyamatosan nyomta a fekvőtámaszokat, lehet, hogy szükség is lesz rá a Lánchíd miatt. Milyen nehéz az autód, azt lehet tudni? Hát addigra fog. Soha nem kell velem törődnöm, mert soha nem vagyok cserben, úgyhogy. De most kénytelen kellett lenn, hogyha ne adj Isten, tényleg az történik, amire nem számítunk. Illetve a Rákóczi túros is készülőben, a nyál összefut a számban, komolyan. Hát a következő ügyeket látjál a Rákóczi túrosra. Hogy utána mi fut össze, azt már nevén. Igen, arról ne beszéljünk. Uszics Mátyás, hogy azt mondja. Ki vagyok? A művész jelent. Hogy meglassul. Nagyon ki akarta vágni, de azért... Meg tovább. A művészből elsőként... Azt szórakozott egy kicsit, csak miért is egy kicsit. Valami úgy is tudom, hogy a táblának. Nem. Most ez már nem, ez nem a táblának. Ez már nem. Jó. Nem önnek. Olyannyira, hogy ezt nem is tett, ne. Hát nem merem elhívni, hogy ezt magára vegyem, mert ez adja. Nem is. Itt a táblán. Eddig jó. Hadd szórakozzunk még. Figyelj, jobban leszek, és kihozzalak egy pár. Egy kicsit nézzük, megnyugszol, és ebből nézzük. Igen, tessék. Ön az, akinek piros lesz a mosónedve. Mosónedve? Miért teszem jól? Mosónedve, vagy mosómedve? Nedve. 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 Mint lé. Mosó. Ja. Nedve. Ön az, akinek piros lett a mosó nedve. Nem Zsuzsi, mit tud ezt hozzátenni? Figyeljünk oda, mert itt jön a lényeg. Az egyik harmada. Én tisztán látom, mit művel. Mert a mosó nedv kivette belőle. De ő akkor kívül van a történetből. Ha még egyszer elismétlem, az segít. Minden bizonnyal. Egymás után szóltak. Jó helyen tapogatkozunk, csak a meghatározásban. Ön az, akinek piros lett a mosó. Ja, hogy ön az. Ön, akinek piros lett a mosónedve, most amit én hozzáteszek, ez már nagyon nagy segítség, hogy inkább választottad volna a vállópert. Te. És hogy én látom, hogy maga mit művel. Most már... De azt nem mondta az előbb, hogy maga. Nem, előbb tegeződött, mert a játék lehetőség van. Én látom, én tisztán látom, mit művel. Ebből fontos az is, hogy tűnjünk. Egész biztos, hogy nagyon fontos, mert azt mondja, hogy ön az, akinek ön az. És ebből az is jó, hogy én tisztán. Tisztán. Én tisztán? Ágnes asszony lepedője. Még egyszer halljam a megfejtést. Ne, hagyjuk. Ágnes asszony. Ott kezdődik, itt ér vége. Ez nagyon vicces volt. Vicces volt, el kell ismerjem. De ha itt megálltunk az ingyom-mingyom Tálibernél, és azt mondtam, hopp, itt van vége. Mi van az asszó végén? Az asszó milyen betűbe végződik? NY. Ő még nem ismerte.
Azért, mert ő meg nem látta tisztát. Azért mosta. Azért mosta. Ez volt a cselekmény oka. De miért én tisztán? Mert bárki látta ő külsőszemről mindenki más tisztának látta azt a lepedőt, csak ő nem. Illetve akkor meg nem volt véres, amikor látta. Tehát tisztán látta, ő tiszta volt. Nem húzom az időt. Igen. Hú, kemény menet. Menned kell mosni. Mi aztán vesz? Ja, nem, most ide kell jönni, még nem. Nem, egyelőre összeérkezem egyáltalán. Igen, hogy megállapodik valamit. Utána megbeszéljük. Én mi a következő reklám. Lát Andrea. És András ez. Hivatalosan már senki sem számol veled. Oho. Napi? Hiába, a teljesítményed már a múlté. A lányom nevébe kérek bocsánat. Egy igavonó képességeit testesíted meg. Ez szuper. Ez egy ilyen szakmai dolgod itt az embernek. De annak van egy új neve. Mostan, ami pedig, én vagyok egy jó kivikus, úgyhogy segítsetek, könyörök, könyörök, help, help. De hát akkor a régi a neve. Igen, nem az. Hát az, nem? Nem. A teljesítmény mértékegysége. Teljesítményed már nem a régi. Teljesítményed már a múlté. Ez azt jelenti, hogy teljesítményed a régi. Hogy ezt szabad helyesbítened. Teljesítményed már a múlté. Magyarán... Teljesítményed már a múlté. Ez nem azt jelenti, hogy nem a régi. Az nem érdekes, hogy helyette mit használom, az nem érdekes, hogy helyette mit használom. Ezt úgy képzeld el, mint hogyha ide valami új lány lenne írva, de te még mindig számolt ezzel. Na most már sokat segítettél. Jó volt. De figyelj, hogy... Tudom követni, hogy... Én tovább is azt mondom, hogy... Mondjuk ki? Hát, ha bárja, ha tudtok jobbat, akkor vállalunk jobbat, én... Nem, mondjuk ki, úgyis akkor legfeljebb... Mondjátok meg! Lóerő! Akkor mi van helyett? Miben miért? Az nem érdekes. Kilovattban. Mostanában. A kutya nem használja, de ez a hivatalos. Egy kilovatt szint szerint, igen. Egy lóerő 0,7457 kilovatt. Ugyebár a képzőművészetek, a zene, a testépítés után a fizika terén is ott van ez a fiú. Óriási! Nagy tapsot Vizi Andrásnak! Azt azért hadd mondjam meg, hogy amit ő erőben képvisel, az vízi lóerő. Vagy csak vízi erő. Nincs elkeseredve, tanár úr, remélem. Ne, abszolút. Ez egy nagyon nemes tisztelem volt. Engem nem, de... Amiben Szulák Andrea csapata győzedelmeskedett. Hentek Zsuzsaiak Nagybangó Andrással az oldalán. Akkor hát a Lánchídi csata, ismételtem. Ezt ott egy kis dugó, azt volt, azt illetve... Hát egy dugóra jó, nagy szükség lenne ott is. Egyik végére odállok, mint Osztyapenk, hogy könnyen szóld egyedül. A dugót tényleg Nati is vigyen magával, hogyha egy mód van rá, a biztonság kedvéért. És akkor ilyen alapon lehet az a négy, akár szólt is. Már minden. Ez fél látványosabb. Mert meg fogjuk nézni, és önök is ezt teszik, hogyha gondolják, hogy én értem semmi. Keressenek minket az interneten, újságokban, akár itt, mert hogy minden folytatjuk. Addig is a lehetőleg.